kezdte egyébként 5B-ben, és akkor jön Tíria gond nélkül. Starter indult az amatőr verseny handicap, Jókesz Móken, de Walter és Jókesz Papír Sárkány, a két tréningtárs kimondotta a jó startot, tehát Tíria megy fel mögéjük, narancsfa virág van közel, sasheverő, illetve Kőkény, ami meglepetés, hogy Daminnek nem igazán sikerül az első 200 méterre, és bizony 1200 méteres távon azért innen nagyon-nagyon nehéz dolga lesz, hogyha felszerte zárkozni, legalább 20 osszával leszakadva. A menet közben érre galoppozó Papír Sárkánnyal szemben. Papír Sárkány rettenetesen megy, és szakít magának egy 8-10 hosszas Ford, a mögötte érkező Smoke on the Water-rel szemben. Tíria a harmadik, sasheverő a negyedik pozícióban, narancsfavirágot előzve Kökény az, aki zárkózik, utánuk jön csak Ludmilla Garland, a Dami rettenetesen messze van, innen nem létezik, hogy fel tud majd érni. Papír Sárkány nagyon komoly előnnyel fordul az utolsó 500 méterre. Papír Sárkány az élen, Papír Sárkány mögött még mindig Smoke on the Water, talán a második, bent a falon Tíria fog lassan elmenni mellette, sasheverő Kökény csatázhatnak. Hát meglátjuk, hogy a helyezésekért nem, hogy esetleg Papír Sárkányra jelente bárki veszélyt. Minden esetre Papír Sárkánynak 200 méterre van hátra, most kezd lassulni. Jön mögé Tíria, Tíria vészesen közelít, de Papír Sárkány egyelőre úgy tűnik, hogy még könnyedén tudja tartani és kontrollálni a versenyt. Papír Sárkány és Tíria hátra-hátra néz Lovas Nóra, és úgy tűnik, hogy megvan ez a verseny neki. Papír Sárkány a látottnál biztosabban ver vissza Tíria támadását, a harmadik helyre pedig megérkezik Smoke on the Water. Lovas Nórával fut legszívesebben Papír Sárkány az elmúlt időszakban, ezt elmondtuk róla, és hát most be is húzta vele a versenyét, tehát megszabadult a nyeretlenségétől Papír Sárkány. Volt egy pillanatra kérdés, hogy fárad, vagy Lovas Nóra azért talán suták csengétől ellesve azért elkezdi nézegetni, hogy ne nyerjen 10-12 hosszal, és utóbbiról volt szó, tehát nem volt olyan probléma igazából, hogy annyira elfáradt volna Papír Sárkány, csak igyekezett azért figyelni azt is Lovas Nóra, hogy a legközelebbi handicap beállítása ne legyen annyira vészes. Figyelem, a negyedik futam hivatalos befutási sorrendje 5-ös, 1-es, 6-os, ismétlem 5-ös, 1-es, 6-os. Smokon, de volt a másik sutákló is jól megy, és ott marad a harmadik helyen. Hát aki nagy csalódás, az Damin, de tulajdonképpen a startnál már ő elveszítette az esélyét a jó szereplésre. És Elken pedig azért őszintén szóval nagyon-nagyon megveri ezt a csapatot. De valóban, ahogy mondtad, vele megy a legjobban. Kétszer volt harmadik Lovas Nórával Papír Sárkány. És pályafutás első győzelmét szerzi. De igazából tényleg 300-tól csak nézeget hátrafelé Lovas Nóra, hogy hol jönnek a többiek, jön egyáltalán valaki. Német Édikó két lovaz, aki próbál még közelíteni Smoke on the Waterhez. Kökény lesz a negyedik, sasheverő az ötödik. Nincs ebben semmi váratlan, Smoke on the Water nyilván emelni fogja egy kicsit az osztalékokat. Damin pedig hát felküzdi magát oda a középmezőnybe a három totális outsider elé, de hát